Nem nyilatkoznak többé Fidesz közeli sajtóorgánumoknak az MSZP politikusai. A párt szerint ugyanis ezek a médiumok folyamatosan elferdítik az ellenzéki politikusok nyilatkozatait. Nyakó Istvánnal beszélgetünk. Közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozását javasolja egy a parlamenthez benyújtott törvényjavaslat. Így segítenék vissza az időseket a munkaerőpiacra. Hogy mit gondol a javaslatról a szakma, arról Dávid Ferencet kérdezzük. Az, hogy mi minden lesz még, azt meg majd elmondjuk. Sok minden lesz még. Minden esetre most valóban itt van Nyakó István, az MSZP sajtófőnöke. Jó estét kívánok! Jelentkezem, jó estét kívánok! Azt mondja, hogy a kormányközeli média megtámadta a szocialistákat és az önök miniszterelnök jelöltjét. Támadás érte önöket? Pontosítanék, nem a kormányközeli média, hanem a Fidesz sajtóosztálya, amelynek vannak a lecségei, például az Echo TV ilyen. Én ezt nem tekintem másnak, azt a televíziót, tudva lévő, hogy Mészáros Lőrinc tulajdonában van, mint oly sok minden más médium ebbe az országba. Nem tekintem másnak, mint a Fidesz sajtóosztályt, és akik ott dolgoznak, azok sajtóreferensek. Én azt gondolom, hogy ahogy mi sem járunk az MSZP sajtóosztálya, fideszes országgyűlési képviselők és politikusok sajtótájékoztatóira kellett kérdezni, úgy ők se járnak hozzánk. Hozzáteszem rögtön, arra konkrétan tényleg volt példa, hogy a Fidesz sajtóosztályról egy MSZP sajtótájékoztatóra bejött egy sajtóreferens, egy tényleges, aki nem az EKUR tévénél van, hanem a Fidesz frakció sajtóosztályán, kérdezni. Befejeztük. Ilyen nincs. Mi nem játszunk, mi ez nem asszisztálunk, nem adjuk az arcunkat, nem hitelesítjük ezeket az úgynevezett sajtóorgánumokat, egyszerűen azért nem, mert a Fideszt nem akarjuk hitelesíteni. Ezeken a felületeken nincs szó olyan dolgokról, hogy a kórházak milyen állapotban vannak, hogy mekkora az orvos elvándorlás. Egy tündérországot vetítenek. Nincs szó arról, hogy mi van az oktatással, milyen helyzetben van. Nincs szó a tömeges elvándorlásról, és nincs szó arról, hogy hány ember nyomorog ebbe az országba. Naív kérdés, ha azt kérdem, hogy feladják-e az esélyét annak, hogy majd önökön keresztül mégis megtudják az olvasók, a nézők azt, hogy önök hogy gondolják, mi van az országban? A mi tapasztalatunk az, hogy az ottani műsorszerkesztés, először a hazug koncepció legyártása, majd hozzá vágóképek, anyagok hozzászerkesztése. Erről szól az egész dolog. Manipulációról és semmi másról. Gyalázkodásról, éppen Hatházi úr volt itt nemrégiben. Róla miket terjesztettek? Milyen alapon? És bármilyen sajtópert meg lehet nyerni, tudja jól Rónai úr. Annak már se híre, se hanva. Amikor telekültölték a saját médiájukon keresztül, a Fidesz sajtóosztályán keresztül, hogy ki milyen, mit csinált, meg hogy csinálta, mi ott jóképűek, kedvesek, aranyosak, igazságosak, soha a büdös életben nem leszünk. Maga Lázár János mondta azt, hogy nagyon-nagyon csúnya kampány jön. Hát ők már csak tudják, hiszen ők szervezik a csúnya kampányt. Hogy akarja megszólítani a Magyar Szocialista Párt azokat, akik nem a Szocialista Párt szavazói, hanem mondjuk a korábban Fideszre szavazó, alapvetően elbizonytalanodott polgárok? Hát én azt gondolom, hogy itt a emberek jelentős többsége és a számok mutatják, ők nem szeretik ezt a rezsimet. Ők már szabadulnának ettől a rezsimtől. Egy a kérdés, hogy kire fognak majd szavazni, mert adott esetben nem látnak ebben a pillanatban olyan erőt, amelyik hát legalábbis az ő érdekeiket is tudnak képviselni. Én azt hiszem, hogy Botka László egyébként egy olyan miniszterelnök jelölt, aki igenis össze tudja majd gyűjteni ezeket a szavazatokat. De biztos, hogy nem az Echo TV-n adott esetben az Origo.hu-n, most már inkább Fidesz.hu és a leánykori neve az Origo.hu, azon keresztül tájékozódnak azok a polgárok, akik megunták a hazudozást, akik megunták azt, ami ebben az országban van. Hanem mondjuk az ATV, és hagyd nem mondjak más, mert másnak itt ebbe a tévében nem akarok reklámot csinálni, de azért még maradt szabad sajtónak egy-két olyan bástyája, amire odafigyelnek az emberek, és azt mondják, hogy adunk is a szavukra. De akkor feladja azt is az MSZP, hogy mondjuk az Origótól kér valaki egy interjút Botka Lászlótól alkalmából, hogy miniszterelnök jelöltje lett a Szocialista Párt, ugye ez hónap végére várható. Tehát elméletileg ez egy kontrollált pillanat környezet, tehát majd visszaküldik az anyagot, aztán fogják tudni, mi jelenik meg. Uh-huh. Feladják ezt az esélyt? Tehát ha valaki ez ügyben jelentkezik, bárhonnan, most az Origót hoztam példának, az ön által felsorolt portáloktól, akkor pontosan azt mondják, hogy tudjuk, nem. Pontosan tudjuk, tehát, hogy mondjam, a science fiction világába is elsétálhatunk, és beszélhetünk a fantasyről is, de ez a való világ. Ezeknek a Fidesz sajtóosztályának, ezeknek a részlegeinek nem az a dolga,
hogy egyébként hiteles interjúkat csináljanak, mert abban a pillanatban az a hazugság folyam megtörik, amit egyébként ezeken a szinteken és ezeken a felületeken produkálnak. Nincs is esély, hogy tisztességes feltételek között ezeken a helyeken. Nem jöttem el az Origótól tisztességes, becsületes újságíróként. Nem nekem lett elegem abból, ami ott van. Hozzáteszem rögtön, ez nem csak a Magyar Szocialista Párt véleménye. Hát a Media Hungarin azért robbant egy bomba. Volt ott egy általán függetlennek ismert és vélt sajtóorgánumnak egy főszerkesztő, aki darabra felsorolta azokat a sajtóorgánumokat, Fidesz sajtóosztálynak a részeit, amiről mi beszéltünk. És maga tette fel a kérdést, hogy egyébként szóba kell álljak az Origo.hu főszerkesztőjével. De éppen tegnap este a Nap hírébe Benyó Rita volt az, aki hasonló módon fogalmazott, nem akarom kiforgatni a szavait, de ő is felsorolta ezeket a sajtóorgánumokat. Igen, kérem, ez egy nehéz helyzet, az egész sajtó azzal bajlódik, ráadásul azt se felejtsük el, hogy a másik oldalon pedig a függetlenek ítélt sajtót, vagy az ön által függetlenek nevezett sajtót nevezik Soros sajtónak, meg Soros Bélenceknek, meg még ki tudja, mi mindennek. Tehát, hogy ez a fajta két árokból kiabálnak egymásra emberek, ez lassan a sajtóban is kezd kialakulni, és ez katasztrófa. Jó. A sajtó, van a Fidesz sajtónak az a része, amelyiket közpénzből vásárolt fel, kettő dús gazdag milliárdos, az egyik Mészáros Lőrinc, akinek a magyar távirat iroda, hát egy amerikai üzletember, de nem a Soros György. Andy Vajna. Ha Mészáros Lőrincről, a Magyar Szocialista Párt és az ügyeiről, ugye arról az emberről beszélünk, akit egyébként pénztáros lőrincnek hívnak, aki a leggazdagabb gázszerelő, ötödik leggazdagabb magyar, csak tavaly 100 milliárdot tett zsebre. Ha leírjuk egy közleménybe a nevét, a Magyar Távirati Iroda visszadobja. Arra hivatkozással, hogy ugyan közszereplő, mint polgármester, de magánszemély, mint üzletember. Erre mit csináljunk? Jó képet kell vágni hozzá? Asszisztálnunk kell ehhez? Hitelesíteni kell ezeket a sajtóorgánumokat a saját arcunkkal? Hogy de hát behívták, hát elmondhatta. Ja, hogy közben körbevágták? Ja, hogy közben manipulálták? Botka László járja az országot. Meg hát sokan az MSZP-ből. Hogy fogják megakadályozni azt, hogy a Lokál, a Riposzt, a Magyar Idők, az EHO TV, és ezt akkor most ön felsorolhatná ezt az összeset, a közelébe kerüljenek. Úgy, ahogy mondjuk Orbán Viktor környezetében szokták ezt tenni, hogyha nem kívánatos munkatárs jelenik meg valamelyik sajtóorgánumtól? Nem úgy, ahogy a 444.hu kolléganőjét intézték Tehát nem fizikai erőszakkal? A fizikai erőszakkal, semmiképpen. Mi húztuk egy cezurát, megmondtuk, kikre gondolunk, és megmondtuk azt is, hogy nem kívánunk nekik válaszolni. Egyébként a sajtó... És hova jönnek? A sajtó eseményekre eljöhetnek. Nem kívánunk nekik válaszolni. Nem kívánunk nekik asszisztálni ahhoz, amit újságírás címén ők csinálnak. Mert lehet, hogy reggel újságíróként ébred fel. De abban a pillanatban, ahogy a Fidesz hazugsággyár küszöbén átteszi a lábát, ő már csak egy sajtóreferens. Nem tudok mit mondani, azzal együtt, hogy emberként jó egészséget kívánok minden ott dolgozónak, és nekik is haza kell vinni a pénzt a családnak, én ezt mind megértem. De azt is értsék meg, hogy azt a munkahelyet, ahova ők bemennek, én annak tartom, ami, semmi másnak. És nézzük meg például Szegeden mi történt. 2002-ben a Fidesz városvezetés kiebrudalása után Botka László a megállító kaput leszereltette a városház ajtajából. Azt mondta, hogy ez egy nyitott városháza, jöhetnek a polgárok. Ezt használta ki az EKO TV két munkatársa. Egy provokátorral együtt benyomultak az épületbe, Botka László irodájáig. Nem volt sajtótájékoztató meghirdetve, nem volt sajtóesemény meghirdetve, nem volt előre megbeszélt interjú leegyeztetve, éppen egy hivatalos tárgyalás folytott, majd elkezdték rángatni az irodája a kilincsét, az ajtaját, és mivel... De volt zárva? Hát a kulcsra, azt én nem tudom, megmondom őszintén. Hát, próbálom érteni a helyzetet, tehát bemegyek, A helyzet az, hogy betörtek egy olyan helyre, ahol semmiféle fajta sajtórendezvény nem volt, hivatalos munka folyt. Ezek után, mivel a jelenlévő kapusőröknek nincs felhatalmazása, rendőrt kellett hívni, aki igazoltat őket és kikísérte. Én azt gondolom, hogy ez egy helyes megmozdulás volt, és azt is gondolom, hogy a 444, a EKO TV azt a szituációt próbálta legyártani, és tálalni a saját maguk közönsége felé, hogy ja, hát a 444.hu újságírónőjét megrángatta egy fideszes, jó, ezt is manipulálták, talán látták a felvételeket, na de hát ott vannak a szocialisták, hát ők ugyanezt csinálják, hát nem.
nem ezt csináljuk. Nem fogunk erőszakot alkalmazni. Bizonyos az biztos, hogy csinálnak hasonlót. Ugye azt csinálja a kormányzat, hogy a Simicska Lajos tulajdonában álló lapoknak, televíziónak nem nyilatkozik. Tehát ez a nem nyilatkozunk valakiknek, ez ismerős a közelmúltból, meg a jelenből. Most ezt tulajdonképpen az MSZP is magáévá teszi ezt a technikát. Ez vezet valahova? Hát én azt gondolom, hogy mi egy választásokon induló párt vagyunk. Egy versenyhelyzetben. Hangsúlyozom még egyszer. Olyan Fidesz sajtóorgánumban, amelyik tündérországot próbál lefesteni, tele hazudozással, erről az egész országról. Tehát ne legyünk álszentek. Hát ne beszéljünk sajtót, hol van itt sajtószabadság? Hát most vágják meg reklámadóval azt a megmaradt média felületet, amelyik még megpróbálja tartani a versenyt, és nem állami pénzekkel van kitömve. Csak múlt héten azt hiszem 6 vagy 9 darab rádiót kapott a Andy Majna. És így ő annak a rádió portfóliónak a tulajdonosa, aki a legtöbb magyar éri el ebbe az országba. Ne csináljunk úgy, mintha egyébként minden rendben lenne a sajtószabadsággal. Nincs semmi rendben a sajtószabadsággal, a demokráciával és a szólásszabadsággal. Ez az ország gajra megy lassacskán. Miért kéne nekünk asszisztálni ahhoz a hatalomhoz és annak a hatalomnak, akinek a médiája egyébként ezt totálisan kiszolgálja? Semmi értelme az egésznek. Nem vagyunk a rendszer részei, ilyen szinten se. Köszönöm, hogy elmondtad.